pár pillanat, és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Niedermüller Péter, most nem mint egyetemi tanár, hanem mint Budapest 7. kerületének a polgármestere. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nem csak mint egyetemi tanár, ismerjük, mint EPP képviselő is. Engedje meg, hogy üdvözöljük a nézőket. Jó reggelt kívánok, Brajer Péter vagyok. Nézzük, hogy hol is tartunk a nagyvilágban. A Luak szerint 5780-at írunk, Hesván havának 13. napján vagyunk. Tudják, végre egy olyan zsidó hónap, ahol nincsenek ünnepek. Na azért imádkozni, meg szomorogni lehet, na meg örömködni is. És akkor nézzük, hogy mi újság a civil a Gergely naptárban. 2019. november 11. napja van, az év 46. hetébe léptünk, nem így, ahogy én írtam, hogy 446. Ha minden igaz, hétfő van, minden Márton szeretettel üdvözlünk, és mindenkit, akinek mi van születésnapja, házasság évfordulója, vagy éppen a szülőszobában vajúdik. És akkor nézzük, hogy vajudnak a valuták. Az euró középárfolyama 3,33,59, kicsit drága, míg az angol font 3,87,10. Várható időjárás mára, hogy ne köhítséljenek, ezt majd megbeszéljük dr. Póta György Gyermekorvosok Szövetségének, házi gyermekorvosok szövetségének elnökével is. Az, hogy friss levegőt vesznek, időnként szellőztetnek, beoltatják magukat, úgy a kicsik, mint a szépkorúak, polgármester is, és nagyon odafigyelnek folyadék háztartásukra. Szép jó reggelt kívánok, kezdjük a lényeggel. Ön egy szociális lény, gondoskodott-e arról, hogy a polgármesteri hivatal dolgozói, akik elmúltak 50 évesek, beoltassák magukat? Nem, mert valami őszintén erről még nem gondoskodtam, de erről fogunk gondoskodni szintén. Először is azért, hogy egészségesek legyek és dolgozni tudjanak a pénzért, második, hogy ne fertőzzenek meg minket, hogyha véletlenül oda megyek. De remélem kiskorú gyermekei már be vannak oltva. Ők folyamatosan be vannak oltva, igen, minden oltást mindig megkapnak. És ha mindenki megkapta az oltást, most is már egészségesek vagyunk, most már csak egy tiszta utca és rendes ház kéne, ahogy mondja a mondás, hogy ne szedjünk össze mindenféle bacillusokat. Hát, ma reggel nem az ön kedvéért, hanem a mindennapok kedvéért megint fölkeltem 14:30-kor, és csináltam egy kört az Erzsébet városba, és semmi forradalmit nem láttam. Úgy látszik, ez nekem lassan a sorsommá válik, hogy hetente meghallom ezt öntől, hogy... De abban a pillanatban, hogyha látom a forradalmat, azt mondom, hogy polgármester, képzelj el, 40 ugye? Tisztító munkást láttam. Fogom mondani. Nincs, hogy legalább kétszer ennyi hiányzik. Tehát elsősorban azon kell dolgoznunk, hogy legyenek tisztító munkások, legyenek olyan emberek, akik ezt a munkát elvállalják. Lagyogó gépeik is vannak. Lagyogó gépeink is vannak, azokat is csak akkor tudnak menni, hogyha vannak megfelelő képzettségű kezelőik is. De nem viccből mondom, hanem halálosan komolyan, nagyon-nagyon-nagyon sok ember hiányzik. Most kísérletet teszünk arra, hogy egy bizonyos mértékig, amennyire a lehetőségeink ezt megengedik, megemeljük ezeknek az embereknek a fizetését, abban a reményben, hogy ide tudjuk őket hozni. Ha máshogy nem, legalább időszakosan, tehát úgy, hogy hétvégeken, néhány órában valamint, azt kell, hogy mondjam, hogy a kollégáim, Kispál Tibor alpolgármester úr vezetésével nagyon nagy erőfeszítéseket tettek az elmúlt héten is. Én azt remélem, hogyha nem is a jövő héten, de azt remélem, hogy a következő hetekben sikerül annyi embert fölvennünk, akiknek a segítségével ezen a helyzeten lehet változtatni. Biztos tudja, hogy hamarosan itt van a tél. És ha itt van a tél, akkor a hó is fog esni. Vajon föl van-e készülve a kerület arra, hogy mi történik akkor, ha a hó fog esni? Erre föl van készülve a kerület, csak szerintem nem fog esni hó, mert mint ön is tudja, klímaváltozás van, és évek óta nem esett normális mennyiségű hó. Szerintem idén se fog, de ha lesz hó, akkor el lesz takarítva. Mit sikerült ennyi idő alatt csinálni? Azt már tudja, hogy kell bemenni a polgármester hivatalba, tudja, hogy hol van az irodája, tudja, ki az alpolgármesteri, és ki milyen bizottságot vezet. Hát én azt gondolom, hogy minden olyan esetben, amikor változás van egy kerületben, az első lépések az mindig az, hogy az új önkormányzati struktúra fölálljon. Mi ezzel voltunk elfoglalva az elmúlt napokban, hetekben, meghoztuk a bizottságokat,
Az alpolgármestereket kiválasztottuk, volt egy testületi ülés, ahol megalakultunk, és 25-én lesz a következő testületi ülés, aminek az anyagait most készítjük elő. Lesz néhány strukturális változás is az önkormányzat működésében, ennek megfelelően módosítani kell az SMS-t jó néhány ponton. Ezeket a hát kicsit unalmasnak tűnő bürokratikus eljárásokat is le kell folytatni ahhoz, hogy az önkormányzat jogszerűen működni tudjon. De az önkormányzat visszatért a választási előtti formájához, tehát ma már nincsenek fönnakadások, és újra dolgozik a gépezet? Én azt gondolom, hogy a gépezet dolgozik, nem észlelem azt, hogy súlyosabb problémák lenni, sőt egyáltalán nem érzek fennakadást a működésben. Azt kell mondjam, hogy a kollégáim közül sokan tényleg rendkívüli erőfeszítéseket tesznek azért, hogy minden a lehető legzökkenőmentesebben folyjon. Tartottunk egy állománygyűlést a múlt hétvégén, ahol mindenkit kértem arra, hogy akkor folytassuk közösen a munkát. Hallottuk, itten dobálták a székeket a fejünk fölött, legközelebb csendesebben megmondani kollégáknak, megemeljük a széket. Drága a parkett és a televízió tetején, nem táncolunk. Így, hát lehet, hogy örömükbe táncoltak, én ezt nem tudom. Szóval én azt gondolom, hogy igen, megyünk előre, ahogy az ön előbb mondta, forradalom az nincs, de folyamatos, és azt gondolom, hogy jó minőségű munka az folyik. Hol tartunk az átadás átvétellel? A magyar nyomtatott és elektronikus média azzal volt tele, hogy a volt miniszterelnökhöz közel álló úriember ügyvédi irodáját bízták meg. Van erre valami reakciója? Hát több reakcióm is van erre. Először is szeretném mondani, hogy két ügyvédi irodával kötött szerződést a önkormányzat, miután megszüntettük 12 korábbi önkormányzat által kötött ügyvédi irodai szerződést, a 12 helyett van 2. Ebből az egyik, nem vagyok fölhatalmazva, hogy mondjam nevi, de ha egyszer fölhatalmazom, mondom szívesen, az egyiknek a feladata az, hogy 2014-ig visszamenőleg átvilágítsa az önkormányzati cégeknek a működését. A másik szerződésem az utolsó két napban nagy hírverésnek örvendett Ceglédi Csabával, az 2 hónapra vonatkozik, és csak a folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatos iratoknak az összegyűjtésére és kiértékelésére vonatkozik. Én azt gondolom, hogy az, amit az elmúlt 2 vagy 3 napban történt, semmiféle fajta jogi probléma itt nincs. Itt van egyfajta politikai célzatú hangulatkeltés, de hát az máskor is lesz, meg máskor is volt. Az előbb azt mondta, hogy az időjárás okán talán nem fog a hó esni, de és arról is a múltkor beszámolt, hogy itt is a kerületben is leállították a kilakoltatást, ami különben úgy is leállt volna, hisz a moratórium megkezdődik a hideg idővel. Az viszont nem elég, hogy az emberek a lakásukban maradhattak, vajon ön már tartott is egy fogadóórát? És feltételezhető, hogy nem a multimilliárdosok jelentek meg a fogadóórán, hanem a rászorulók. Van-e valami konkrét terve ezekre a hideg hónapokra gondoskodni ezekkel a családokról? Abszolút. Ugye, ahogy ön is említette, volt egy fogadóra, jövő héten lesz, vagy most következő héten, vagy a mostani héten lesz egy következő fogadóra, és valóban úgy van, hogy ön mondja, olyan emberek jönnek oda, akiknek a lakás körülményei elviselhetetlenek. Éppen ezért már a múlt héten, még a fogadóra előtt utasításba adtam, hogy fel kell mérnünk azokat az önkormányzati lakásokat, amelyek jelen állapotában is lakhatók, plusz azokat, amelyekre különböző mértékű felújítás szükséges. Azt nagyon világosan megmondom. A kerület komoly pályázatokat nyert meg, csak nem tudom, hogy kivitelezték-e már. Hát én azt gondolom, hogy nem minden, mondjuk így, nincs minden kivitelezve. És ugye vannak olyan pályázatok is, amelyek ugye 2016-os árszinten kerültek beárazásra, abból 2019-ben, 2020-ban már semmit nem lehet csinálni. Az egy nagyon súlyos probléma, hogy azzal mit tudunk csinálni. Visszatérve az ön kérdésére, minden, tehát senkit nem fogunk kitenni az utcára, ez világos, ez erdős világos, föl fogjuk mérni, hogy melyek azok a családok, folyik ennek. Most megállítom. Azt mondja, hogy senkit nem fogunk kitenni az utcára, azokat sem, akik évek óta vagy évtizedek óta nem fizetnek lakbért, mert ha csak egyszer elmennének mosogatni 10 000 forintért, abból a önkormányzati lakásárát talán ki tudnák fizetni. Ugyan a mondatom második fele az lett volna, hogy megvizsgáljuk azt, hogy kik azok, kik milyen oknál fogva kerültek olyan helyzetbe, hogy nem tudják fizetni a lakbért. Én azt gondolom, hogy kitenni senkit nem fogunk az utcán, mert ez nem megoldás. Világos. De azokat, akiknek van módjuk arra,
hogy kifizessék a közüzemi díjaikat, a lakbért, csak valamilyen oknál fogva ezt nem akarják megtenni, azokkal szemben természetesen föl fogunk lépni. De az nem megoldás, hogy ezeket az embereket kitesszük az utcára, mert ezek között az emberek között vannak olyanok is, akiknek gyerekeik vannak, és akik nem tehetnek arról, hogyha a szüleik bizonyos kötelezettségeket nem tartanak be. Tehát még egyszer mondom, az utcára tevés semmilyen megoldást nem jelent, de viszont nagyon határozottan azon leszünk, hogy aki képes rá is tud, az fizesse meg azt a lakbért, amiben a lakásának a költségei kerül. Próbálja megerőltetni magát, tudom, hétfőn reggel, kora hajnali órákban egy polgármesternek is nehéz. Mondjon pár pozitív pontot, ami pozitívan érintette már azóta, hogy az első fogadóóráját megtartotta. Nézd, azt kell, hogy mondjam, hogy én tényleg esetenként meg vagyok hatódva attól, hogy megállítanak az utcán nem egy, nem két, nem három ember, hanem sokan a boltba, a utcasarkon, a villamos megállóba, és mondják, hogy mennyire örülnek annak, és mennyire bíznak bennem. Ez egy hihetetlen felelősségét tesz rám, de én ennek nagyon örülök, mert ez azt mutatja, hogy az emberek valahogy tudomásul vették azt, amit én szeretnék üzenni nekik, hogy igyekszünk jobbá tenni az életüket. Tudom, hogy nagyon patetikusan hangzik, de akkor is ez az igazság, hogy erre törekszem, hogy jobban éljenek itt az emberek. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon bíztató, és egy nagyon-nagyon pozitív dolog. A másik, ami nagyon pozitívan érintett, az, hogy az én kollégáim tényleg elképesztő erőfeszítéssel dolgoznak, kora reggeltől késő délutánig, teljesen késő estig, teljesen mindegy, hogy melyik területen, sem egyetlen olyan tapasztalatom nincs, hogy azt láttam volna, hogy valamelyik kollégám, mindegy, hogy a sofőrről beszélek, a takarítónőről, a kabinetvezetőről, vagy bárki másról, mindenki tényleg minden erejét beleteszi abba, hogy jobbá tegyük ezt az önkormányzatot. Ez megint csak egy nagy felelősség a számomra, de én azt gondolom, hogy ezek azok a pozitív mozdulatok, amiben érdemes belekapaszkodni, és aminek az érdekében érdemes akkor reggel is dolgozni. Legutolsó találkozásunkkor egy kerekasztalt ígért, ahol össze fogja hívni a buli negyed összes résztvevőjét, és megoldást keres. Ez a megoldás megszületik még az ünnepek előtt, vagy az ünnepek alatt is? Hogy a megoldás megszületik az ünnepek előtt, azt nem tudom. A kerekasztalra a következő két hétemből még időpont egyeztetésnél tartunk. Arra sor kerül minden körülmények között. Annyira nem vagyok optimista, hogy azt gondolom, hogy egy ülés nyomán lesz egy végső megoldás, de mindenféleképpen el fogunk indulni. Olyannyira, hogy a most készülő költségvetésben egy külön rubrikát fogunk csinálni annak a célnak az érdekében, hogy meggyorsítsuk az úgynevezett buli negyednek egy kulturális negyeddé való átalakítását. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az, hogy mondjam, az felelőtlen, mert tőlem, ha azt mondanám, hogy karácsony előtt, de hogy a jövő év elejétől kezdődően azt remélem érezhetővé fog válni az az igyekezet, amivel megpróbáljuk átalakítani a belső Erzsébet várost, abban biztos vagyok. Sikerül növelni az éjszakai, a rendőrök, vagy a helyi biztonsági erők számát? Abszolút. Beszéltem a rendőrkapitány úrral, azt gondolom, hogy hát ő is ugyanazzal a problémával szembesül, mint amivel mi is szembesülünk számos vonatkozásban, hogy nincsenek emberek, nincsenek rendőrök, de pont azon dolgozunk most, hogy például próbálja meg az önkormányzat azáltal segíteni a rendőrök számának a növelését, hogyha vannak fiatal rendőrök, akik idejönnének a kerületbe dolgozni, azoknak adjunk önkormányzati lakást, hogy ezáltal is segítsük azt, hogy több rendőr legyen, de azt gondolom, hogy ezt muszáj lesz majd fővárosi szinten kezelni, és muszáj lesz majd a budapesti főkapitánnyal is beszélni arról, hogy Erzsébetvárosban több rendőrre van szükség. Parkolás megoldások. A parkolással nagyon nagy bajba vagyunk, december 31-ével lejár a szerződés. A régi önkormányzat, vagy a korábbi önkormányzat nem készítette elő ennek a folytatását. Most ugye van 5 vagy 6 hét arra, hogy ezt a problémát megoldjuk. Az egész elmúlt hét az ezzel kapcsolatos tárgyalásokkal ment el, hogy hogyan lehet ezt megoldani, úgyhogy sem jogilag, sem gazdaságilag ne történjen semmi károkozás. Azt remélem, hogy ezen a héten le fogjuk tudni zárni ezt az ügyet, és jövő héten lesz már valamiféle legalább átmeneti megoldás. Fővárosnak nincs erre egy általános megoldása? Fővárosnak vannak általános megoldása kapcsolatos tervei, csak én nem tudom kivárni azt, amíg ezek a tervek megvalósulnak, mert ahogy mondtam, december 31-én lejár a szerződés, és hogyha nem csinálunk semmit, akkor január 2-án elszabadul itt a káosz, mert nem lesz parkolási rend, nincs parkolási rendtartás, nem fogja senki a parkolási díjakat begyűjteni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nekem most az az elsődleges feladatom, hogy ezt a, ha szabad azt mondom, válsághelyzetet megoldjam.
Utolsó kérdés. Mára, amióta a kerület működését figyelem, minden Hanukkakor és karácsonykor fenyőfát, illetve ajándékcsomagot osztanak az Erzsébet kártyákkal rendelkezőknek. Vajon ezt a szokást folytatja-e? Ugye az előző önkormányzat már megrendelte ezt, még mielőtt én akár csak a láthatáron föltűntem volna, ezért lesz ilyen idén is. Az más kérdés, azon még folyik egy kis vita, hogy ezt milyen alapon tudjuk csinálni. Én azt gondolom, hogy elsősorban a rászoruló családoknak kéne segítségbe részesíteni, de hát nem tudom, hogy van-e még arra módunk, hogy változtassunk ezen ebben a karácsonyban. Jövő karácsonytól kezdődően biztos, akkor is lesznek ilyen akciók, de csak a rászorulóknak. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és várjuk az új lépéseiket, és visszavárjuk. Kedves nézőim, az elmúlt bő 15 percben dr. Niedermüller Péter volt egyetemi tanárt, EPP képviselőt, jelenleg 7. kerület Erzsébetváros polgármesterét látták és hallották. Előzetesek, és már is következik dr. Póta György, a gyermekorvosok, gyermekházi orvosok országos szövetségének az elnöke, őt is faggatjuk majd az oltásokról. Szünet, aztán jövünk vissza, tartsanak velünk.